Én éltem távkapcsolatban, igen, én éltem egy másfél, és én egy kicsit meg is ijedtem, megmondom őszintén, mert nekem azért van igényem arra, hogy reggel felkelek, jól induljon a nap, vagy jól záruljon a nap, hogy napközben is, na. Azt a mindenit. Viszonylag magas libidóval rendelkezel, ezt mondom. Nem mondhatjuk, igen, hát most miért tagadnám, és egy kicsit megijedtem. És akkor elkezdtem ezen gondolkozni, most más kérdés, hogy a kapcsolat aztán nem futott ki hosszú távra, de akkor úgy voltam vele, hogy talán ez a mennyiség-minőség kérdés, de inkább a mennyiség, majd legalább akkor nem égünk ki olyan hamar. Az önmegtartóztatás. Önmegtartóztatást, nem tudunk tudunk találkozni. Nem napi három, hanem és napi és hogyha ez még így megy 2-3 évig, akkor nem pereg le az nagyon intenzív időszak olyan gyorsan, mert még mindig az érdeklődés és a vágy jobban fent tud maradni. Ez csak egy elmélet, hogy ez gyakorlatban, az nem, na, végül nem derült ki, az nem tudom, hogy működik-e. De mondjuk egyébként párkapcsolatok között is nyilván ez változó. Tehát, hogy a másiknak milyen a libidója, milyen az igénye, és hogyha valakinél nagy az összhang, mindig akkor, amikor a másik is, de talán, hogyha a másik kevésbé éhes a szexre, akkor lehet, hogy ez is egy, ahogy mondtam, egy megoldás lehet, hogy akkor viszont kicsit ritkábban, de majd hosszabb ideig el lehet nyújtani, és akkor nem okoz ilyen problémát, hogy stresszeled ott magad a 10. évben, hogy mikor is szexeltünk utoljára. Hát, köszönjük, akkor ülsz, doktor. Akkor ülsz a moziban egy hosszú kapcsolat. És én rohadt zavarba jössz, amikor jön a szex, és hát, akkor várjál, mikor is volt? Nem, is akkor volt? Sokkal lényeg. Hozd a popcorn? Jó, oké. Okay. Kicsit nem, olyan kicsit olyan kényelmetlen a szék abban a pillanatban, amikor jön a szex lehet a filmben. És akkor kifújt a levegőt, amikor vége, hogy igen. Előtted viszont kimegyek csak. Akik előkerülnek, azok meg így összeborulnak. Jaj, édes.